28. fejezet. Ma délután nem vágyom szundítani. Még mindig dolgozik bennem az adrenalin. Ücsörgök az ablakmélyedésben, és kifelé bámulok a fehér hálóingre emlékeztető áttetsző függönyön át. Az ablakot bebillentettem, amennyire csak lehet, úgyhogy bejön némi fuvallat, forrón a napsütés miatt, és neki fújja a függönyt az arcomnak. Kintről olybá tűnhetek, mint valami hernyó gubó vagy kísértet az arcomra simuló burokban, melyen át csak az orr, a bepólyált száj és a vaksi szemgödrök körvonalai látszanak. De szeretem ezt az érzést, amikor a lenge anyag rásimul a bőrömre, mintha felhőbe volnék bugyolálva. Kaptam egy kis elektromos ventilátort, amely valamicskét segít ebben a párás melegben. Ott berreg a padlón, a sarokban, a lapátjait rács burkolja be. Ha én volnék Moira, már rég kiszereltem volna őket. Nincs ugyan csavarhúzóm, de ha én volnék Moira, csavarhúzó nélkül is meg tudnám csinálni. De nem vagyok Moira. Vajon mit szólna a parancsnokkal való kapcsolatomhoz, ha itt lenne? Valószínűleg helyteleníteni. Nem tetszett neki Luke sem régen. Nem maga Luke, hanem az, hogy nős volt. Azt mondta, tilosban járok, más nő felség területén. Azt feleltem, Luke nem egy hal, melyet orvhalászként fogtam ki, sem egy földdarab, melyen birtokháborító vagyok, hanem emberi lény, aki képes önálló döntéseket hozni. Moira erre azt mondta, leegyszerűsítem a dolgokat. Mire én, hogy szerelmes vagyok. Ekkor Moira kijelentette, az nem mentség. Moira mindig logikusabban gondolkodott, mint én. Aztán odavágtam, hogy neki nincs ilyen gondja, amióta úgy határozott, hogy a nőket szereti, s hogy amennyire én látom, minden különösebb aggály nélkül szerzi vagy kölcsönveszi a szeretőit, amikor csak kedve tartja. Az más, ágált Moira, mert nők között egyenlőek az erőviszonyok, úgyhogy a szex egy rendezett ügylet. A rendezett ügylet szexista frázis, ha tudni akarod, feleltem, és különben is idejét múlt okoskodás. Mire Moira azt mondta, elbagatelizálom a dolgot, és ha azt hiszem, hogy mindez idejét múlt, akkor homokba dugom a fejem. Erre a veszekedésre a konyhámban ücsörögve kávézás közben került sor, azon a folytott, feszült hangon, ahogy az ilyen vitákat folytattuk 20-as éveink elején. Egyetemista korunk óta ez ment. Meglehetősen lerobbant lakásom volt egy folyóparti kétemeletes deszkaburkolatú házban, amelynek a hátsó lépcsője is ületezett. Minthogy az első emeleten laktam, fentről is, lentről is dőlt befelé a ricsaj. Két nem kívánt lemezjátszó dübörgött késő éjszakáig. Diákok, tudtam. Még az első állásomnál tartottam, és nem kerestem valami jól. Számítógépen dolgoztam egy biztosító társaságnál. Úgyhogy a hotelek, amelyekben Luke-kal megfordultam, nem csak szerelmet, és nem is csupán szexet jelentettek számomra, hanem azt is, hogy addig sem láttam a csótányokat, a csöpögő csapot, a foltokban leváló linóleumot, sem pedig a hangulatjavító próbálkozásaim eredményeként kiragasztott plakátokat és az ablakokba akasztott kristályokat. Voltak ugyan növényeim is, de azokat minduntalan vagy atkák lepték el, vagy kiszáradtak, mert nem öntöztem őket. Folyton Luke-kal lógtam, azokat meg elhanyagoltam. Kijelentettem, hogy nem csak egyféleképpen dughatja az ember a homokba a fejét, és ha Moira azt képzeli, hogy képes lesz utópiát megvalósítani azáltal, hogy bezárkózik egy kizárólag női enklávéba, akkor hatalmasat téved. A férfiak nem lesznek hajlandók távozni a színről, és nem lehet semmibe venni őket. Ez úgy hangzik, mint valami felszólítás. Menjetek, kapjatok csak szifiliszt pusztán azért, mert létezik. Felelte Moira. Te nemi betegségnek tekinted Luke-ot? Moira felkacagott. Figyeled, mennyi marhaságot összehordunk? Jegyezte meg. Tisztára, mint anyád. Mindketten elnevettük magunkat, és amikor Moira menni készült, megöleltük egymást, ahogy szoktuk.
Volt idő, amikor kerültük ezt a gesztust. Az azután volt, hogy beismerte leszbikus. De miután biztosított felőle, hogy rám nem gerjed, visszatértünk az öleléshez. Veszekedhettünk, húzakodhattunk, sértegethettük egymást, amennyit akartuk. Alapvetően nem változtatott semmin. Akkor is a legrégibb barátom volt. Vagyis a legrégibb barátom, pont. Nincs volt. Ezután jobb lakásba költöztem. Ott éltem az alatt a 2 év alatt, amíg Luke szabaddá tette magát. Aminek megfizettem az árát. Az új állásommal. Egy könyvtárba kerültem, no nem a nagyba, ahol a halál és Viktória van a freskókon, hanem egy kisebbe. A munkám abból állt, hogy könyveket vittem át adattároló lemezekre. Mint mondták, a rakterület és a pótlási költségek csökkentése érdekében. Magunkat lemezlovasoknak, a könyvtárat pedig diszkónak hívtuk egymás közt. Miután digitalizáltuk a könyveket, zúzdába kellett volna kerülniük, én azonban néha hazavittem őket. Szerettem megfogni, nézegetni a könyveket. Luke szerint egy antikvárius veszett el bennem, de azért tetszett neki, ő is szerette a régiségeket. Olyan furcsa már belegondolni, hogy valaki dolgozik. Dolog. Vicces szó. Dolga van. Férfi dolog. Végezd el szépen a dolgod, unszolták régen a gyerekeket, amikor Billyre szoktatták őket. Vagy a kutya a szőnyegre végezte a dolgát. Olyankor rájuk kellett csapni egy összetekert újsággal, mesélte az anyám. Emlékszem még az újságokra, bár kutyám sosem volt, csak macskáim. Aztán az a sok dolgozó nő. Manapság már elképzelni is nehéz, hogy nők ezreinek, millióinak volt állásuk. Akkoriban ez elfogadott volt. Ugyanilyen különös visszagondolni arra, hogy egykor papírpénzzel fizettek. Anyám megtartott néhány bankjegyet, beragasztotta az albumába a régi fényképek mellé. Akkor tájt már elavultá vált, vásárolni nem lehetett vele. A vastag, zsíros tapintású, zöld színű papírszeletek mindkét oldalát képek díszítették. Valami parókás öreg úr az egyiken, a másikon pedig egy piramis fölötte szemmel. Az állt rajtuk, Istenben bízunk. Anyám mesélte, sokan viccből azt a feliratot biggyeztették a kézi pénztáruk fölé, hogy Istenben bízunk, mindenki más készpénzzel fizet. Ma ez Isten káromlásnak számítana. Ha vásárolni ment az ember, ilyen papírcetliket kellett magával vinnie. Bár 9-10 éves koromra legtöbben már áttértek a műanyag kártyákra. Kivéve a vegyesboltokat, azok csak később. A zöld hasú legalább annyira primitív, sőt totemisztikus hatást kelt, akár a kagylópénz. Kis ideig még én is használtam, mielőtt a Netbank mindent át nem vett. Úgy vélem, csak így módon lehetett megcsinálni, hirtelenül, váratlanul, anélkül, hogy bárki tudomást szerezhetett volna róla. Ha még lett volna hordozható pénz forgalomban, sokkal nehezebb lett volna. Ez a katasztrófa után történt, amikor lelőtték az elnököt, legép puskázták a kongresszus tagjait, és a hadsereg szükségállapotot jelentett be. Akkor rákenték az iszlám fanatikusokra. Nyugalom, mindent az ellenőrzésünk alatt tartunk, mondták be a tévében. Meg voltam döbbenve, ahogy mindenki tudom. Felfoghatatlan volt, hogy az egész kormány halott. Hogy jutottak be? Hogy történhetett? Aztán felfüggesztették az alkotmányt. Azt mondták átmenetileg. Még csak zavargások sem voltak az utcákon. Az emberek éjszaka bezárkóztak az otthonukba, lesték a tévét, várták az útmutatást. Ellenség sem volt, akire mutogathattak volna. Vigyázz, figyelmeztetett Moira telefonon. Elérkezett. Mi érkezett el? Csak várj, folytatta. Ezek itt most berendezkednek, minket meg falhoz állítanak, aranyom. Az anyám szavajárását idézte, de egyáltalán nem viccnek szánta. A tetsz halálállapot hetekig folytatódott. Jól lehet, történt egy s más.
Az újságokat cenzúrázták, némelyiket be is tiltották, mint mondták, biztonsági okokból. Úttorlaszokat kezdtek felállítani, és megjelentek a személyi azonosítók. Ezt mindenki helyeselte, hiszen nyilvánvaló volt, hogy az ember nem lehet elég óvatos. Bejelentették, hogy új választásokat tartanak, ám némi időbe telik, míg felkészülnek rá. Egyelőre annyi a teendő, mondták, hogy csináljuk a dolgunkat, mint szoktuk. A pornoplázákat azonban bezárták, és nem engedték többé a gördülő gyönyör és a kéjrehajcs reklámkocsijait a főtéren körözni. Hát nem szomorkodtam emiatt. Mindannyian tudtuk, mennyi botrányt okoztak. Épp ideje volt, hogy valaki tegyen már valamit, mondta az eladónő a sarki trafikban, ahol a cigarettát szoktam venni, de lehetett újságot és cukorkát is kapni. Idősebb nő volt, őszült már, olyan anyám korabeli. Vajon bezárták őket, vagy mi lett velük? Kérdeztem. Ki tudja, vont vállat. Bánja a fene, talán csak máshová költöztették őket. Legalább olyan nehéz megszabadulni tőlük, mint az egerektől, nem igaz? Alig nézett oda, hogy beütögette az azonosító számom. Rendszeres vevője voltam. Az emberek már panaszkodtak, tette hozzá. Másnap reggel munkába menet a könyvtár felé megint megálltam a boltnál, hogy vegyek egy újabb doboz cigarettát. Kifogyóban volt. Többet cigiztem akkoriban a feszültség miatt. Úgy éreztük, mintha a föld morajlott volna a talpunk alatt. Pedig minden olyan nyugodtnak tűnt. Több kávét is ittam, és rosszul aludtam. Valahogy ingerlékeny volt mindenki. A rádióból a szokottnál több zene és kevesebb tájékoztatás szólt. Ez ment évekig, azt hiszem, miután összeházasodtunk. A kicsi 3-4 éves volt. Iskola előkészítő napközibe járt. Egy reggel fölkeltünk, ahogy mindig. Megreggeliztünk. Emlékszem, müzlit ettünk. Luke pedig elvitte a kislányunkat az óvodába. Abban a kis szerelésben, amelyet néhány hete vettem neki. Csíkos kezes lábasban és kék pólóban. Milyen hónap is volt. Szeptember. Úgy van. Mehetett volna az iskola busszal is, amely összeszedte a gyerekeket, de valami oknál fogva azt akartam, Luke vigye. Valahogy nem bíztam már az iskola buszban sem. Gyalog egy gyerek sem jár többé iskolába. Túlságosan megszaporodtak az eltűnések. Amikor a sarokra értem, nem láttam az ismerős nőt a pultja mögött. Egy férfi állt ott, egy fiatal ember, 20-nál nem lehetett több. Megbetegedett? Érdeklődtem, miközben átnyújtottam a kártyámat. Kicsoda? Vetette oda, úgy véltem, sértő hangon. A hölgy, aki itt szokott lenni, feleltem. Honnan tudnám? Válaszolt flegmán a fiú. Egy újabb pötyögte be a számjegyeket, jól megnézve mindegyiket. Lerít róla, hogy azelőtt sosem csinált ilyesmit. Az ujjaimmal a pulton doboltam, annyira kívántam már egy szál cigit. S közben azon méláztam, mondta-e már valaki a srácnak, hogy csinálhatna valamit a nyakán csúfoskodó pattanásokkal. Egészen tisztán emlékszem rá. Magas, enyhén hajlott tartású, rövidre nyírt fekete hajú fiú volt. Szeme barna, tekintete vesébe látó, arca pattanásos. Azt hiszem, amiatt emlékszem rá ennyire tisztán, amit ezután mondott. Sajnálom, közölte. Ez a szám nem érvényes. Nevetséges, feleltem. Hogy ne lenne az? Több ezer van még a számlámon. 2 napja jött meg a kimutatás. Próbálja újra. Nem érvényes, ismételte a fiú makacsul. Látja ezt a piros lámpát? Azt jelenti érvénytelen. Nyilván rosszul ütötte be a számot, próbálja meg újra. A srác undok mosollyal vállat vont, de megtette, amit kértem. Ezúttal figyeltem minden mozdulatát, minden számot ellenőriztem, még a kijelzőn is. A számom rendben volt, de megint a piros lámpa gyulladt ki. Na látja! Bökte oda nekem ugyanazzal a benfentes mosollyal, amelytől az volt az érzésem, tud valamit, csak nekem nem hajlandó elárulni.
A rendszer korábban is kutyult már össze dolgokat, ám néhány telefonhívással rendszerint megoldódott minden. De csak fortyogtam magamban, mert azt éreztem, igazságtalanul vádoltak meg olyasmiért, amiről tudomásom sem volt. Mintha én követtem volna el a hibát. Telefonálok nekik a munkahelyemről, mondtam. Tegye azt, felelte közönösen a srác. A cigarettát ott hagytam a pulton, hiszen nem tudtam kifizetni. Gondoltam, majd kérek a kolléganőimtől. Telefonáltam a könyvtárból, de csak egy automata válaszolt. A vonalak túlterheltek, szajkózta, volnék szíves visszahívni őket később. A vonalak egész délelőtt foglaltak voltak. Egyre csak hívogattam őket, de nem volt szerencsém. És még ez sem volt szokatlan. Ebéd után 2 óra tájt az igazgató lépett be az átíró szobába. Mondanom kell valamit önöknek, szólt. Rémesen nézett ki. A haja csapzott volt, a szeme vörös, és tétován járt ide-oda, mintha beivott volna. Mindannyian felé fordultunk. Voltunk vagy 8-10 a szobában. Sajnálom, nyögte, de ez a törvény. Igazán sajnálom. Mit? Kérdezte valaki. El kell küldenem önöket, közölte velünk. A törvény így rendelkezik, meg kell tennem. Mindnyájukat el kell küldenem. Ezt olyan szelíden mondta, mintha befogott riatállatok volnánk, békák egy befőttes üvegben, és ő igyekezne emberségesen bánni velünk. Kirúg minket? Pattantam föl. De miért? Nem kirúgom, szabadkozott, hanem elküldöm magukat. Nem dolgozhatnak itt tovább, ez a törvény. Túrt bele a hajába. Azt hittem becsavarodott. A túl sok feszültség miatt az idegei felmondták a szolgálatot. Ezt egyszerűen nem teheti, háborgott a mellettem ülő nő. Valószerűtlenül hangzott az egész, mintha tévéjátékot néztünk volna. Nem én teszem, felelte. Maguk nem értik. Kérem, menjenek már is, sürgetett minket elvékonyodó hangon. Nem akarok bajt. Különben elvesznének a könyvek. Tönkre menne minden. Hátra sandított a válla fölött. Ott vannak kint, szólt folytottan. Az irodámban. Ha nem mennek el mindjárt, ők jönnek be intézkedni. 10 percet adtak. Kész tébolynak hangzott. Ez bedilizett, mondta valaki hangosan. Mind hajlottunk erre a véleményre. A helyemről kiláttam a folyosóra. 2 egyenruhás férfi állt ott, kezükben géppisztollyal. Túl teátrális volt ahhoz, hogy igaz legyen. A váratlan jelenésként feltűnő 2 pasas, mint 2 marslakó. Volt valami álomszerű bennük. Sehogyan sem illettek a környezetbe. Hagyják a gépeket, sürgetett minket az igazgató, amikor kezdtünk szedelőzködni, kijelentkezni. Mintha magunkkal akartuk volna vinni őket. A könyvtár előtti lépcsőkön csoportba verődve ácsorogtunk. Nem tudtunk mit mondani egymásnak. Mivel egyikünk sem értette, mi történt, nem igen tudtuk kommentálni sem. Mindegyikünk arcáról döbbenetet és némi szégyenkezést lehetett leolvasni, mintha valami szabálytalanságon kaptak volna minket. Felháborító, fortyogott az egyik nő nem nagy meggyőződéssel. Mégis mitől éreztük azt, hogy megérdemeltük? Amikor hazamentem, senkit sem találtam otthon. Luke még a munkahelyén volt, a lányom az óvodában. Fáradt voltam, elcsigázott, de amint leültem, már pattantam is föl. Képtelen voltam nyugton maradni. Csak kószáltam keresztül kasul a házban, szobáról szobára. Emlékszem, megtapogattam ezt-azt, nem is annyira tudatosan, épp csak hozzájuk érve. A kenyérpirítót, a cukortartót, a hamutartót a nappaliban. Egy idő után felnyaláboltam a macskát, és őt is magammal cipeltem. Azt kívántam, bárcsak jönne már haza Luke. Tennem kéne valamit, tépelődtem, de fogalmam sem volt, hogy mit.
Megkíséreltem újra felhívni a bankot, de mindössze az automata válaszolt. Öntöttem magamnak egy pohár tejet, mondván túlságosan ideges vagyok még egy kávéhoz. Aztán bementem a nappaliba. Leültem a kanapéra, és a tejet óvatosan a dohányzóasztalra tettem. Egy kortyot sem ittam belőle. Magamhoz öleltem a cicát, hogy a nyakamon érezzem a dorombolását. Kisvártatva felhívtam az anyámat, de nem vette föl. Akkorra lehiggadt már annyira, hogy nem költözött néhány évente újabb és újabb lakásba. A folyó túlpartján lakott Bostonban. Vártam egy kicsit, aztán hívtam Moirát. Ő sem volt otthon, de amikor fél óra múlva ismét próbálkoztam, már felvette. A két telefonhívás között végig a kanapén gubbasztottam, és azon méláztam, hát ha túl sok mogyoróvajas szendvicset adtam a kislányomnak 10 óraira. Kirúgtak, tudattam Moirával, amint telefon végre kaptam. Akkoriban egy nőszövetség kiadói osztályán dolgozott. Könyveket jelentettek meg a születésszabályozásról, a nemi erőszakról és hasonlókról, de nem volt akkora kereslet irántuk, mint régen. Átmegyek, mondta. Moira már a hangomból rájött, mit szeretnék. Kis idő múlva megérkezett. Na, hajította le magáról a Jackie-jét, és belevetette magát az öblös fotelba. Mond, de előbb igyunk egy kortyot. Felugrott, kiment a konyhába, töltött 2 skót viszkit, majd visszajött. Letelepedett, én pedig előadtam, mi történt. Amikor befejeztem, megkérdezte, próbáltam-e ma fizetni a kártyámmal. Igen, feleltem, és arról is beszámoltam. Befagyasztották, közölte Moira. Az enyémet is, a szövetségét is. Minden számlát, amelyen a neme rubrikába N betű van írva F helyett. Mindössze annyit kellett tenniük, hogy megnyomtak néhány gombot. Lenulláztak minket. De hát több mint 2000 dollárom van a bankban, jegyeztem meg, mintha egyedül az én számlám lett volna fontos. A nőknek többé nem lehet tulajdonuk, feleltem Moira. Egy új törvény szerint. Bekapcsoltad ma a tévét? Nem, motyogtam. Ott mondták, minden ezzel van tele. Moirát nem rázta meg úgy a hír, mint engem. Furcsa mód, inkább feldobta, mintha egy ideje számított volna rá, hogy bekövetkezik, s lám igaza lett. Sőt, még lendületesebbnek, határozottabbnak tűnt. A számládat Luke használhatja helyetted, magyarázta. A számodat átruházzák rá, legalábbis ezt állítják. Vagyis a férjre, vagy a legközelebbi férfi hozzátartozóra. De mi lesz veled? Kérdeztem. Moirának nem volt senkije. Én illegalitásba vonulok, felelte. Néhány homokos fickó átveheti a számunkat, és megvásárolja, amire szükségünk van. De miért? Miért csinálták? Nem dolgunk kérdeni, minek, felelte Moira. Így kellett tenniük, egyszerre megszüntetni a bankszámlákat és a munkahelyeket. Amúgy el tudod képzelni, mi folyhat a repülőtereken? Ezek ugyan nem eresztenek minket sehova, lefogadom. Elmentem a kislányomért az óvodába. Rendkívül óvatosan vezettem. Mire Luke hazaért, már a konyhaasztalnál ülve vártam. A kicsi filctolla rajzolgatott a saját kis asztalánál a sarokban a hűtőszekrény mellett, ahová felragasztgattuk a műveit. Luke letérdelt mellém és átkarolt. Hallottam, mondta. A rádióban hazafelé jövet. Ne aggódj, biztos vagyok benne, hogy ez csak átmeneti. Mondták, hogy miért? Kérdeztem. Erre nem felelt. Túljutunk rajta. Ígérte és magához szorított. Nem tudhatod, milyen érzés, mintha levágták volna a lábamat. Nem sírtam, de képtelen voltam megölelni. Csak egy munkahely. Úgy sejtem, minden pénzem a tiéd, pedig még el se patkoltam. Viccnek szántam, de hátborzongatóra sikeredett. Ugyan hallgass! Luke még mindig a padlón térdelt. Tudod, hogy mindig gondoskodni fogok rólad.
Arra gondoltam, már is atyáskodik fölöttem. Aztán arra, már is gyanakszom. Tudom, feleltem, szeretlek. Később, amikor a kicsi már aludt, mi pedig vacsoráztunk, és már nem voltam annyira zaklatott, beszámoltam Luke-nak a délután történtekről. Előadtam a jelenetet, amikor az igazgató bebotorkált, és elhebegte, hogy ki kell rúgnia minket. Ha nem érintett volna olyan fájdalmasan, mulatságosnak tartottam volna. Azt hittem részeg. Talán az is volt. Katonákkal a hátában, meg minden. Aztán beugrott valami, amire ott és akkor nem figyeltem föl. A katonák nem a mi hadseregünkből valók voltak. Egy másikhoz tartoztak. Voltak tüntetések természetesen. Rengeteg nő és valamennyi férfi részvételével, de korán sem akkorák, mint várni lehetett volna. Azt hiszem, az emberek féltek, és amikor kitudódott, hogy a rendőrök vagy katonák vagy akár kicsodák voltak is, a megmozdulás első jelére tüzet nyitnak a felvonulókra, a demonstrációk abba maradtak. Itt-ott robbantások is előfordultak, postahivatalokban, metróállomásokon. De még abban sem lehettünk biztosak, kik követték el. Tehette éppen a hadsereg is, igazolásul a számítógépes nyomozásokra, no meg a házkutatásokra. Én nem jártam tüntetésekre. Luke azt mondta, könnyelműség lenne, gondoljak rájuk, a családomra, rá és a kislányunkra. Gondoltam. Még több házi munkával, sütéssel kötöttem le magam. Igyekeztem, hogy ne fakadjak sírva étkezésekkor. Akkoriban minden átmenet nélkül minduntalan elbőgtem magam, és egyre csak a hálószoba ablak mellett üldögéltem, kifelé bámulva. A szomszédokat alig ismertem, és ha összefutottunk az utcán, óvatosságból csak a szokványos üdvözlésekre szorítkoztunk. Senki sem akarta, hogy hűtlenség vágyával feljelentsék. Miközben ezen merengtem, eszembe jutott az anyám. Egy évekkel az előtti eset. 14-15 éves lehettem. Ez az akkor, amikor a lányokat leginkább feszélyezi az anyjuk. Emlékszem, épp hazatért számtalan lakásunk egyikébe egy csapat másik nővel együtt, akik folyton változó baráti köréhez tartoztak. Valami tüntetésről jöttek. Akkor tájt zajlottak a pornó ellenes lázadások, vagy az abortusz mellettiek, már nem tudom, nagyjából egy időben történt. Gyakoriak voltak a robbantások is, klinikákon, videótékákban, nehéz volt követni őket. Anyámnak horzsolás látszott az arcán, és egy kevés vér is. Az ember már be sem verhet egy ablakot anélkül, hogy meg ne vágná a kezét. Ennyit közölt velem. Mocskos disznók. Mocskos véreztetők, morogta az egyik barátnő. A másik oldalt hívták véreztetőknek, a hadd vérezzenek feliratok után, melyeket hordoztak. Szóval mégis abortusz tüntetés volt. Bementem a szobámba, hogy ne legyek láb alatt. Annyit szövegeltek, és olyan harsányan. Tudomást sem vettek rólam, én pedig pikkeltem rájuk. Az anyám meg a közönséges barátnői. Nem értettem, anya miért jár kezes lábasban, mintha még fiatal volna, és hogy miért káromkodik olyan sokat. Annyira prűd vagy, hangoztatta gyakran kicsattanó jókedéllyel. Imádott még nálam is gyalázatosabban, lázadóbban viselkedni. A kamaszok mindig olyan prűdek. Bizonyos, hogy elutasító magatartásom részben megszokásból, rutinból fakadt. De az is igaz, hogy sokkal rendezettebb életre vágytam mellette, kevesebb rögtönzéssel, táborbontással. Isten a tanú, kíván gyermek voltál, hajtogatta az anyám a fotóalbumok fölött merengve, melyeket folyton rendezgetett, s amelyek tel is tele voltak a csecsemőkori fényképeimmel. Ám ahogy nőttem, úgy fogyatkoztak a másolataim is, mintha csak valamiféle járvány tizedelte volna meg őket. Ráadásul anyám kis és sajnálkozva is mondta, mintha nem egészen az elvárásai szerint alakultam volna.
Egyetlen anya sem felel meg tökéletesen a gyereke elképzeléseinek, és azt hiszem, ez fordítva is érvényes. Mindennek ellenére azonban elég jól kijöttünk egymással, legalábbis nem rosszabbul, mint a többség. Bár csak itt volna, és elmondhatnám neki, hogy végül rájöttem erre. Valaki kijött a házból. Távoli ajtócsukódást hallok a sarkon túl, a ház oldala felől, majd léptek koppannak a járdán. Nick az, látom már. Lelép a pázsitra, és mélyet szippant a virágok, a húsos termések és a pollen tömény illatával átitatott párás levegőből. A virágok marokszámontják hímporukat a szélbe, akár az osztrigák ikrájukat a tengerbe. Mélyen pazarló szaporodás. Nick nyújtózkodik a napon, szinte érzem, ahogy izmai végig hullámzanak macskamódra meggörbülő hátán. Szemérmetlenül feltűrt ingúja láttatni engedi fedetlen karját. Vajon meddig napsütötte barna? Azóta az éjszaka óta, hogy összeakadtunk, az álomképszerű, holdfényes fogadószobában nem beszéltem vele. Ő csupán jelzőzászló, szemafor, testbeszéddel üzen. A sapkája félre van csapva, tehát értem, küldte a parancsnok. Vajon mit kap érte, hogy ellátja a kifutó fiú szerepét? Mit érez, miközben ilyen nyakatekert módon kerítősködik a parancsnoknak? Undorral tölti el, vagy emiatt még többet akar belőlem, még jobban akar engem? Hisz fogalma sincs, mi folyik odabent a könyvek között. Fajtalankodás a sejtése szerint. A parancsnok megint tintával kenjük be egymást, aztán lenyaljuk, vagy egy rakás tiltott újságon szeretkezünk. Hát nem is jár távol az igazságtól. De Nicknek előnye is származhat ebből. Így vagy úgy, de mindenkit meg lehet vesztegetni. Több cigarettával, nagyobb szabadsággal, amely kiemeli az átlagból. Egyáltalán tudna bármit is bizonyítani. Az ő szava a parancsnokéval szemben. Ha csak oda nem hív egy különítményt. Berúgja az ajtót, slám, nem megmondtam. Tetten értük őket. Bűnös módon szkrebblöznek. Gyorsan nyeljük le azokat a szavakat. Az is lehet, hogy Nicket egyszerűen elégedettséggel tölti el, hogy valami titok birtokában van, amellyel a markában tarthat, ahogy mondani szokás. Ám ezt a hatalmat csupán egyszer használhatja föl ellenem. Szeretném hinni, hogy jobb ember ennél. Aznap, amikor elveszítettem az állásomat, Luke éjjel szeretkezni akart velem. Én miért is nem? A puszta elkeseredés serkentően is hatott volna rám. De még mindig zsibbat voltam, alig éreztem a kezét magamon. Mi a baj? Kérdezte. Nem tudom, feleltem. Még itt van nekünk. Kezdett bele valamibe, de nem folytatta, hogy mink van még nekünk. Eszembe jutott, hogy a többes szám első személy az ő szájából hamisan csengene, hisz tőle tudomásom szerint semmit sem vettek el. Még itt vagyunk egymásnak, fejeztem be én a mondatot. Ez igaz volt. Akkor miért hangzott mégis annyira közönösen, hogy magam is meglepődtem rajta? Luke megcsókolt, mintha azzal, hogy ezt kimondtam, minden visszazökkent volna a rendes kerékvágásba. De valami megváltozott, kibillent az egyensúlyából. Olyan érzésem lett, mintha összezsugorodtam volna, s amikor Luke átkarolt és magához ölelt, a szerelem nélkülem, pöttöm rongybaba nélkül haladt tovább a maga útján. Neki nem is számít, bánkódtam. Egyáltalán nem törődik vele. Talán még tetszik is neki. Többé nem egymáséi vagyunk, mostantól én az övé vagyok. Méltatlan, igazságtalan, jogtalan, és mégis igaz. Megtörtént. Nos, Luke, ha tehetném, most megkérdezném tőled, mert tudnom kell. Igazam volt? Ugyanis erről sosem beszéltünk. Amikor még megtehettem volna, féltem.
Nem engedhettem meg magamnak, hogy elveszítselek.